Több témakkorral készültem, de először is ugye nagyjából a címe ennek a beszélgetésnek az, hogy a negyedik kétharmad után, és hogy ennek az okairól is, hogy miért alakultak így a magyar közállapotok, a magyar közélet, a magyar politika, ennek a megfejtésére is egy kicsit vállalkozunk. Nyilván ezt a vitatkozó felek igen máshogy látják, de ezt fogjuk kidomborítani. De tisztázó kérdésem lenne hozzátok, hogy szerintetek Magyarországon demokrácia van, ha igen, akkor milyen demokrácia, és kell-e jelzőt adni a demokráciának? Azt hiszem, hogy ezen a helyen talán releváns ez a kérdés mindkettőtökhöz. Hadd adjam meg a szót először akkor Marcinak. Jó, hát először is köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a szervezők munkáját, hogy ezt létrehozták. Minden együttérzésemet küldöm azoknak, akik a napon állnak most. Csak annyit mondanék, hogy szerintem egy hőgutát nem ér meg a mi beszélgetésünk, az a másfél óra, amit itt fogtok eltölteni. Különösen, hogy felvételről. 8 órától pedig felvételre meg lehet nézni, tehát hogy én nem szeretném, hogyha itt nagyon nagy tömegekkel ezenek hullani, de ez csak egy baráti jó tanács, és egyébként meg köszönjük a nagy érdeklődést. Hát, hogy demokrácia, ugye szerintem érdemes tisztázni a pozíciókat, ugye a Balázs kormánytag. Nem nagyon tud más pozícióból beszélni, mint a kormányzat reprezentánsának a pozíciójából. Én pedig hát itt egy független baloldali elemző státuszából tudok maximum megszólalni, tehát én nem reprezentálok senki más, mint saját magamat, ezt csak fontosnak tartottam mondani. Tehát minden, amit mondok, azért engem kérjenek számon. Hogy demokrácia-e? Hát én azt mondom, hogy én most tegnap érkeztem meg, ma ez az első napom itt a tusmányosi táborban, egyébként Dániel is most akklimatizálódik ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy az jó dolog, hogy Magyarország környékén vannak olyan demokratikusan fejlett államok, mint Románia, ahol például egy olyan demokrácia élmény meg tud képződni, hogy így kitartó próbálkozások után például a mai napon már 2 kormányzati pozíciót betölt ember, és tudtunk interjút készíteni. Az elmúlt napokban interjúk sorozatára árasztott el a magyar nyilvánosságot, a kormánytól független nyilvánosságot, ahol Varga Mihály és további fontos közhatalmat gyakorló politikusok hát elmondták azt, hogy mit akar a kormányzat. Úgyhogy végülis ehhez a 10 perces interjúhoz csak 800 kilométert kellett utazni a kormánytól független nyilvánosságnak, gondolom megérte, hiszen valamiért erre Magyarország területén a szuverenitási harcok közepette nem nagyon tud sor kerülni. Tehát bármely nyugati, egyébként megvetett média, konglomerátum előbb kap interjú lehetőséget a kormányzati pozíciót betöltőktől, mint az egyébként magyar médiatermékek riporterei. De jó azért is egyébként, hogy itt találkozunk Romániában, mert például a tavaly elfogadott úgynevezett gyermekvédelmi törvény részlet szabályozásai mai napig nem ismertek, és mondjuk egy ilyen beszélgetés lehet, hogy a Balázst abban a veszélybe sodorná, hogy a Dánielről már nem is beszéljek, Magyarországon, hogy egy nyíltan homoszexuális ember mellé kiülve esetleg a homoszexualitás népszerűsítésének a vágyával illethetnék, és ki tudja, hogy ennek milyen következménye lennének. Tehát ezért is jó, hogy erre most nem Magyarországon kerül sor. Ezek Magyarországon nem tudnak megvalósulni, innentől kezdve lehet ilyen rendszertipológiai vitákat lefolytatni. Én ebben azért nem vállalkoznék, mert nem vagyok politikatudós. Szerintem nagyon izgalmas lenne, hogyha Balázs egyszer kiülne mondjuk a Körösényi Andrással és vitáznának erről. Én csak azt mondom, hogy ezek olyan helyzetek, amik nem nagyon értem, hogy miért nem tudnak megvalósulni Magyarországon. Racionális magyarázat nincs, politikai magyarázat nyilván van, de szerintem ez a negyedik kétharmad idején egy kifejezetten paranoid politikai reakció, és hogyha így egy mondatban meg lehet fogalmazni még egy ilyen lezárásként azt, hogy mit gondolok erről, szerintem a politika jobboldalnak a nyilvánossággal kapcsolatos végtelenül paranoid és antidemokratikus attitűdjét ideje volna lazítania, mert láthatóan tusványos egy olyan varázshely, ahol megtörténnek például ilyen találkozások, és nem következik be belőle kormányválság, nem következik be belőle a nyilvánosságban bármiféle arcvesztés. Az következik be, hogy például mondjuk a magyarországi lakosok tájékozhatnak Varga Mihálytól arra vonatkozóan, hogy mégis mi szükség volt mondjuk a kata kivezetésére, vagy a rezsicsökkentés felszámolására. Tehát, hogy mi lesz ezeknek a megszorító intézkedéseknek a folyamánya, és azt gondolom, hogy a felelős magyar kormánynak felelőssége az állampolgári tájékoztatás, akár olyan csatornákon keresztül is, amelyeket fake news-nak minősít. Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több kérdésre is választ kaptunk, ugyanis a Marci válasz, amivel hogy ez egy baloldali általános válasznak is tekinthető szerintem, arra is rávilágított, hogy miért született idén tavasszal, áprilisban a kétharmados jobboldali győzelem, mert a magyar baloldal még mindig úgy gondolkodik, hogy Románia egy safe space a magyarok számára. Mi ezt egy kicsit másképpen gondoljuk, vagy másképpen látjuk. Szóval
Én sem szeretnék demokrácia elméleti fejtegetésekbe belemenni, de a demokrácia az nem az, hogy a baloldali újságírók minden vágya mindig azonnal és különböző ellenállás vagy nehézségek nélkül teljesül. Tehát ez a demokráciának csak olyan baloldali fellegvárakban, mint a Szovjetunióban volt az előfeltétele, azért ide nem szeretnénk eljutni. Szóval ha rendszer szinten, mert természetesen mindenkinek megvannak a sérelmei, mindenki szeretne folyamatosan interjút kérni mindenkitől, ugye ráadásul egy globalizált világban is vagyunk, tehát a hírérség az sokkal nagyobb. Én azt gondolom, hogy Magyarországon olyan probléma jelen pillanatban, hogy az állampolgárok ne jutnának hozzá különböző, nagyon eltérő és egymással szinte összeegyeztethetetlennek tűnő véleményekhez, ez a feltétel nem áll fenn. Ez a demokráciának egy fontos pontja, ugyanis demokráciát valóban csak akkor lehet működtetni, ha a nyilvánosság hozzáfér eltérő politikai véleményekhez. Ezt a feltételt a magyar nyilvánosság teljesíti, sőt sajnos az a helyzet, hogy bizonyos tekintetben, bizonyos témák mentén még jobban is teljesíti, mint a tőlünk keletre és tőlünk nyugatra lévő országok némelyike. Egyébként pedig... Csak mondom, hogy beleremegett az asztal. Igen. Egyébként pedig a választási rendszer az pedig szerintem köszöni szépen jól van, nagyjából jól illeszkedik a magyar nemzeti karakterhez is. Szerintem úgy van kitalálva a választási rendszerünk, hogy nyilvánvalóan szabad véleménynyilvánítást tesz lehetővé a fülkékben is, de abba az irányba tolja az eseményeket, hogyha van egy erős társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai oldal, akkor ez a politikai oldal kapja meg azt a parlamenti mandátum számot, ami ahhoz szükséges, hogy ő egy erős, komoly, stabil kormányzó többséget tudjon létrehozni a 4 éves kormányzati ciklus alatt. Szerintem ez egy olyan alapelv, ami egyszerűen a magyar alkotmányos fejlődéshez és a magyar alkotmányos berendezkedéshez jobban illeszkedik. Egyszerűen mi nem működünk úgy, hogyha részérdekekre tagolódik a magyar politikai rendszer. Saját történelmünk, középiskolás tapasztalatainkból mindig akkor jöttek a nagy nemzeti veszedelmek, amikor egyszerűen a politikai rendszer alkalmatlan volt arra, hogy egységet teremtsen. Ezért nekünk fontos, tehát például mondjuk egy Hollandiához, vagy más arányos választási rendszerekkel működő országoktól eltérően, nálunk ez a típusú politikai berendezkedés, ahol 15 párt, az állatok pártjától kezdve a nyugdíjasok pártján át a különböző pártokon keresztül, az alkotna koalíciós kormányt, az valószínűleg nem működne. Míg valószínűleg Hollandiában az a típusú politikai berendezkedés, ami pedig nálunk van, az nem működik. De ez nem demokratikusság, antidemokratikusság kérdése, hanem egyszerűen egy adott ország fejlődésének, történelmi adottságainak, szociokulturális hátterének és mondjuk földrajzi elhelyezkedésével összefüggő kérdés. Tehát e tekintetben szerintem az elmúlt 12 évben a magyar politikai rendszer kifejezetten jól működik, és ezt nem azért mondom, mert a mi politikai erőnk győzött, hogyha egy másik erős társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai erő került volna ilyen helyzetbe, és ők szerepeltek volna így a választásokat követően, és ők kaptak volna ilyen felhatalmazást, meg pozíciókat, akkor is azt gondolnám, hogy a rendszer önmagában jól működik, ott a politikai teljesítménnyel van probléma, amit pedig nem elegáns lehet, de nem elegáns rákenni az alkotmányos berendezkedésre. Ugye Balázs most elég eklatáns példát adta annak, amit az előbb a jobboldal, a politikai jobboldal paranoiájának neveztem. Egyrészt nem utaltam arra, hogy Románia safe space lenne. Ilyen import, ideológikus fogalmakat én nem szoktam használni a hétköznapi beszédben, hiszen van nekünk nagyon szép magyar nyelvünk, amivel ki lehet fejezünk a gondolatainkat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én csak arról beszéltem, hogy valamiért itt meg tudott történni az, ami a választáson nem, és ennek van egy demokratikus deficitet leplező vagy leleplező aspektusa. Most arról, hogy ne is beszéljünk, hogy én aztán a választási rendszerre kritikát végképp nem fogalmaztam meg, tehát ez is beszédes, hogy most miért érezted azt, hogy itt erről meg kell győzned a hallgatóságot. De mondom, alapvetően szerintem tényleg, szóval, hogy mondjam, 2006-ban Lendva Ildikó egy nagyon elhíresült nyilatkozatot tett a választás előtt, nem lesz gázáremelés. 2006 után a választásokat követően a politikai jobboldal folyamatosan használta ezt a mondatot, hogy bemutassa, hogy azok a megszorítások, amelyeket az első vagy második Gyurcsány kormány, ahogy számoljuk, tett,
hogy azok hogyan nem illeszkednek azokhoz a vállalásokhoz, amelyeket a választások előtt megfogalmaztak a nagy nyilvánosság előtt. És most ugye ebben a helyzetben vagyunk. Az ötödik Orbán kormány, a megszorítások kormánya most abba a helyzetbe került, hogy a teljes magyar nyilvánosságot elárasztják azok a videók, ahol Orbán Viktor, a miniszterelnök, még a nagyon limitált nyilvánosság előtt megtett kijelentései után is pontosan lehet látni, hogy mást mondott a rezsicsökkentés, az adórendszer és az alapvető társadalmi alrendszerek kérdésében a választásokat megelőzően. Mondom még egyszer, nagyon kevés információ volt igazából a nyilvánosságnak, hiszen mi volt az alapállítás? Folytatjuk, megvédjük a magyarokat mindenféle alapvető világválság negatív következményeitől. És 100 nap sem telik el, és most nyilván a Balázs ebben vitában lesz velem, és én nem akarok most ilyen részletkérdésebe belemenni, hogy mekkora fogyasztási szint felett, melyik háztartás, milyen energiaszerkezettel, stb. Hogyan fog majd erre reagálni, de hogy itt most nekem nem kell azt bizonyítanom, hogy itt a megszorítások történnek meg, mert hogy ezt érzékelni fogja legkésőbb ősszel minden magyar állampolgár. És amiről egyébként nem beszéltünk még addig, mert mindig az egyéni fogyasztásról beszélünk, hát itt vannak intézmények, kórházak, iskolák. Hogyan fogják tudni kigazdálkodni, ráadásul, ha jól értettem az eddigi tájékoztatásokat, számukra még csak nem is lesz ilyen típusú csökkentett lakossági piaci ár. És én elolvastam a Balázsnak a könyvét, nagyon tanulságos volt, meg kérlek, hogy dedikáld is. És van benne több izgalmas gondolat, aminek szerintem itt valami fajta, tehát én kíváncsi lennék igazából a konzisztenciájára annak, amit leírtál alig 2 évvel ezelőtt, nem? A mostani helyzettel kapcsolatban. Úgy fogalmazol egyszer, hogy az úgynevezett magyar modell pillérei az adócsökkentés, a méltányos teherviselés, a munkaalapú társadalom és a felelős költségvetési gazdálkodás. És hogy most tényleg nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de hát értetted, hogy van egy költségvetés, ami jól tudom 375 euróra van kiszámolva. Én ezt nem látom a felelősséggel összeegyeztethetőnek. Van egy ilyen állásatok, hogy az adócsökkentés kormánya, azért ehhez képest van 450 ezer katás, és az egy problémás foglalkoztatási forma volt, egy problémás vállalkozási forma volt, ez nem kérdés. Teszem hozzá, ti hoztátok lehetővé, ti tettétek lehetővé, tehát hogy a felelősség is valamilyen módon a tiétek. Ők most nem azt élik meg, hogy adócsökkentés lenne. A méltányos közterviselésről pedig végképp nagyon nehéz akkor beszélni, amikor azt lehet látni, hogy továbbra is világszínvonalúan alacsony a társasági adója például azoknak a cégeknek, amelyek itt elképesztő mennyiségű kormányzati támogatást tettek zsebre. Adott esetben egy-egy foglalkoztatásért olyan pénzösszegeket tehettek el, amelyet bármelyik magyar KKV, garantálom neked, hogy évekre ugyanilyen foglalkoztatást tudott volna biztosítani magyar állampolgároknak. Ez csak egy zárójel a szuverenitás kérdéséhez. Tehát, hogy mehetnénk hosszan végig, én csak szeretném megkérdezni, hogy ez a mondat 2022 Magyarországán, és most nem azt kérdezem, hogy az ellenzéki nyilvánosság számára, a veletek szimpatizálók számára, az a 3 millió ember, aki rátok szavazott. Én nem kérdezem meg, hogy ők rátok szavaztak. Ha ő nekik azt mondott, hogy a magyar modell pillére az adócsökkentés, a méltányos teherviselés, a munkaalapú társadalom és a felelős költségvetési gazdálkodás, és azt mondják, hogy ne haragudjon politikai igazgató úr, én ezt nem látom, akkor mit tud erre lenni a válasz? Engem érdekel őszintén. Jó, tehát nagyon sok dolog elhangzott, azért alapvetően visszautasítanám a párhuzamot a 2006-os eseményekkel, ugyanis ott pontosan az hangzott el, hogy nem lesz gázáremelés, és a végén lett gázáremelés. Itt pedig az hangzott el, hogy mi megvédjük a rezsicsökkentést, még akkor is, hogyha háború van, és még akkor is, hogyha brüsszeli szankciós politika arra épül, hogy ezt elvegye tőlünk. És mi történik jelen pillanatban? Ez történik. Tehát azt én értem, hogy a baloldal, mert tehát senki nem állítja azt, hogy könnyű a nemzetközi helyzet. Hát miért is lenne könnyű? Tehát tankokkal és tüzérséggel lövik egymást egy hozzánk képest szomszédos országban. Ráadásul egy atomhatalom és egy másik olyan ország, amit pedig egy nyugati világ több atomhatalommal együtt támogat. Tehát miért lenne könnyű a helyzet? Miért lenne könnyű a helyzet akkor, amikor a nyugati világ és azon belül is Európa vezető hatalmai azt a döntést hozták, hogy katonai értelemben nem avatkoznak be, de gazdasági értelemben nyomást próbálnak gyakorolni Oroszországra, amire azért különösen a Krím annektálása kapcsán meghozott szankciók után igazából csak egyféleképpen lehet nyomást gyakorolni az energiahordozók exportjával. Miközben egész Európa, és ezt nem mi találtuk ki, ez nem valami magyar
ármány, hanem meg kell nézni a 2000-es évek elejé Európai Uniós meg Európai Bizottsági dokumentumokat. Prodi bizottsági elnök úr által elfogadott összes dokumentumban az van, hogy Lisszabon, Vlagyivosztok gazdasági tengelyt kell létrehozni, és egy olyan közös gazdasági térséget, amelyben az olcsó orosz energiahordozók és az európai gazdasági erő találkozik. Tehát ez egy európai koncepció. Tehát akkor fogadjuk el ezeket a gazdasági szankciókat az energiahordozók területén, mikor előtte 20 évig az egész európai gazdaság, legalábbis közép-európai gazdaság az arra épült, hogy az orosz energiahordozóknak az exportja és az Európába történő import a stabil. Tehát itt ez egy teljes félreértés, és ebből a szempontból nagyon konzekvensen kommunikáltunk szerintem az előző hónapokban is. Nagyon nehéz a helyzet. A háború az egy háborús gazdaság, az teljesen másképpen működik, mint egy békeidős gazdaság. A brüsszeli szankciós politika és az Unió jelen pillanatban követett iránya, az nem teszi könnyebbé a helyzetünket, sőt, ezzel ellentétesen nehezebbé teszi, és ha emlékszel, a miniszterelnök úr pont ezért, amikor az ő parlamenti megválasztás történt, akkor a programadó beszédében azt mondta, hogy hát igen, itt a világ omlik össze körülöttünk, világrend nélküli világ van, fel kell készülnünk azokra a dolgokra is, amiket eddig természetesnek vettünk, azoknak a megvédéséért is küzdeni kell, és 4 darab területet soroltunk fel, ugye a nyugdíjasok, mint egy nagyon-nagyon fontos társadalmi csoport, a teljes foglalkoztatás megvédése, ugye a rezsicsökkentés és a családtámogatások politikája, és egyébként azokat a gazdasági szektorokat, egyébként ez egy baloldali gondolat, hogy azokat a gazdasági szektorokat, amelyek nyerészkednek egy ilyen háborús helyzeten, például energiaszektor, például bankszektor, azokat úgynevezett windfall adókkal, tehát extra profit adókkal sújtjuk, és ezt az extra profit adóból keletkező többletbevételt pedig ezeknek a nagyon fontos, az egyébként az alsó társadalmi csoportok számára a legfontosabb intézkedések megvédésére fordítjuk. És azért a kifordult nagyobbat kérdése, azért azt biztos te is csináltál több olyan interjút, ahol számos baloldali gondolkodó politikus elmondta azt, hogy a rezsicsökkentés úgy, ahogy van, micsoda baromság, és az egészet meg kéne szüntetni, még jobban meg kéne szüntetni, mint ahogy most a változtatások érintik, mert hogy valójában azoknak segít, akik ugye többet fogyasztanak. Tehát egyébként még azok a változtatások, amiket mi elfogadtunk, mi azt gondoljuk, hogy ha az ország gazdasági teherbíró képessége lehetővé teszi, akkor mindenki számára biztosítani kell a rezsicsökkentés, de amikor háborús helyzet van, és arról van szó, hogy lesz-e elég energia télen, és ezzel összefüggésben lépéseket kell tenni, akkor valóban a nagyfogyasztókat ki lehet kapcsolni, és a kisebb fogyasztókra, az alsó társadalmi decilisekben lévő emberekre kell koncentrálni. A nagy cégekkel kapcsolatos baloldali kritikákat meg én régóta hallgatom, ugye valamikor az egész közéletben, meg a politikai világban Schiffer András volt az egyetlen, aki ezeket képviselte. Most látom, mintha látni vélném, hogy a parlamentben Ungár Pétertől hallok, tehát rájöttek, hogy talán mégse lenne a neoliberális baloldal mellé beállni, még sincs annak értelme, és kellene valami külön hangot találni a parlamentben, de Ungár Péter kezdi ezt a hangot megtalálni, de ott is az a vita kérdés, bocsánat, ezek a cégek, minden kapitalizmus kritikát elfogadok, de ezek az emberek, akik itt ülnek a közönség tagjai között, meg akik egyébként hallgatnak minket, ezek az emberek ilyen cégeknél dolgoznak. Ezek termelő vállalkozások. És a termelő vállalkozásokat, tehát az, ami a kormány rengeteg kedvezménnyel hozott ide termelő vállalkozásokat a világ különböző oldaláról, ott magyar emberek dolgoznak. Egyébként a magyar versenyképességi fordulatot támogatják, a magyar hozzáadott értéket erősítik, és egy csomó más haszna van. De a legfontosabb, hogy ott magyar emberek dolgoznak, és az elmúlt 12 év gazdaságpolitikájának köszönhetően ők idejöttek, Magyarországot választották, mert kedvező környezetet találtak, egy brutális nemzetközi versenyben hoztuk el ezeket a beruházásokat, és ráadásul olyan szabályokat fogadtunk el, hogy nem hagyjuk, hogy kizsákmányolják az alkalmazottakat, hanem hogy béremelés, folyamatos, állandó béremelés
ára kényszerülnek ezek a cégek. Persze panaszkodnak érte, de azt mondtuk, hogy ez az ára annak, hogy ide jössz Magyarországra, és ilyen kedvező feltételeket kapsz. Tehát amikor ezeket megpróbálod ilyen érvelésekkel lábon lőni, akkor kilövöd több százezer embernek, a gyártósorok mellett dolgozó embereknek, és egyéb magasan kvalifikált, hozzáadott értéke rendelkező embereknek a munkáját, aminek nincs alternatívája. Tehát ez egy olyan út, amelyik irányba nem lehet elindulni. Teszek akkor még egy próbát az európai válaszokra vonatkozóan. Ugye nagyon körbejártuk a magyar gazdaságpolitikát és a magyar diplomáciát is egy picit érintve, de ugye nyilván van egy meghatározottságunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, a NATO tagjai vagyunk, egy szövetségi rendszer tagjai vagyunk, és ez a szövetségi rendszer, mondjuk Brüsszel került szóba, ezt a kifejezést én is akkor használnám, Brüsszel is ad válaszokat erre a mostani helyzetre, ami adott esetben determinálja azt, hogy a magyar kormány milyen válaszokat tud adni. A legújabb verzió ugye az, hogy a gázkészletek elosztását egy mechanizmus alapján az Európai Bizottság átvenné. Úgy is kérdezem tőled, mint magyar állampolgár, de természetesen kérdezem Balástól is, mennyire frusztrál vagy aggódsz amiatt, hogy bárhogy is alakulnak a magyar politikai viszonyok, van egy felettünk álló, vagy mondjuk úgy, de felettünk álló nagyobb rendszer, amelyik ki tudja siklatni a magyar szuverenitást. Független attól, hogy milyen kormány van adott esetben hatalmon, ez ilyen válaszokat te hogyan látod a konfliktusra, a krízisre? Hát semmiképpen sem vagyok energiapolitikai szakértő, tehát semmilyen kidolgozott válaszol erre nem fog tudni neked rendelkezni. Én tényleg csak abból tudok kiindulni, amit lehet olvasni a nyilvánosságban. Ugye az évelején arról lehetett olvasni, ugye ezt nem Orbán Viktor mondta, hanem Vladimir Putyin, hogy a magyar gáz az ötszor olcsóbb lesz, mint amit egyébként ők máshol értékesítenek. Ennek most a nyomait nagyon sokan keresik, hogy akkor mégis hogy lehet az, hogy majd az úgynevezett átlagfogyasztás fölött többet kell majd fizetni. Én ezekben a folyamatokban kevéssé látok bele, nincsen megalapozott véleményem, tehát én ebben nem tudok neked most egy pikfangos válaszsal élni, mert nem szeretnék olyasmi területekre menni, amelyek nyilvánvalóan nem, hogy olyan ismertek általam részleteiben. De mondjuk akkor úgy kérdezem, és akkor visszakérdezek, hogy megnyugtatóbb lenne számodra az a megoldási mondjuk úgy szortiment, amit Brüsszelből hallunk, olvasunk, mert ezek a hírek nyilván hozzád is eljutnak, mint mondjuk amilyen válaszokat a magyar kormány most részben kényszerből kénytelen adni, adott esetben magára a háborúra és a háborúból fakadó kihívásokra, energetika terén. De ne arra, hogy nagyon nehéz itt azért azt mondani, hogy kényszerek vannak, mert hogy milyen kényszer van, nincsenek olyan kényszerek, amelyek lehettek volna ismertek április 3-a előtt. Ezt egyébként nem én mondom, ezt maga Orbán Viktor mondta el többször is a Kossuth Rádión a péntek reggeli interjújában. Elmondta azt is, hogy tehát számtalanszor megerősítette az úgynevezett rezsicsökkentés politikának a folytatását. Én értem, hogy a Balázs azt mondja, hogy ez folytatódik, de hát most hogy mondjam, lehet, hogy rezsicsökkentésnek nevezétek a továbbiakban is, valamiért magyarok százezrén mégis azt érzik, hogy többet kell majd fizetniük azokért a rezsikiadásaikért, amit korábban kellett fizetniük. Tehát, hogy nem velem vitatkozol Balázs, én azt mondom, hogy valamilyen módon erre majd kell választ adni azoknak az embereknek, akik majd szeptemberben, októberben, nem tudom mikortól lesz pontosan ez majd érvényesítve, mert ugye még ebben is van vita, kezükbe kapják majd azt a csekket, amiben eddig más szám szerepelt. És nem mondom azt, hogy mindenkinek, de hát már az eleve eddig meglévő rezsi kérdésekben is volt számtalan olyan aspektus, ami hát legalábbis valamilyen fajta orvoslásért kiáltott. Például mondjuk ugye az, hogy a rezsicsökkentésnek a jótéteményeiből például a fával tüzelő családok vagy háztartások hát nem tudtak részesülni. De nem akarok energiapolitikai területre tévedni, csak azt mondom, hogy teljesen lényegtelen, hogy erről mit gondolok. Itt az a kérdés, hogy azok a százezrek, milliók, akik most szorongva hallgatják ezeket a kormányzati nyilatkozatokat, próbálják értelmezni azt, hogy most ők melyik sávba tartoznak. Havi elszámolás, éves általány elszámolás, próbálják valahogy kimatekozni, és próbálják a tájékoztatást megkapni a különböző oldalakról. Tehát, hogy nekik kell majd mondani valamit, és lehet, hogy nem most, július 22-én, de hogy mondjuk október 22-én föltétlenül. Az egészen biztos, tehát hogy most bárhogyan mondhatott Balázs azt, hogy nincsen semmilyen változása a kormányzati politikában, ez a típusú valóságtagadás eddig soha nem vezetett eredményre egyetlen korábbi kormányzat részéről sem, és hát maga Orbán Viktor mondta ugye azt, hogy ő látott már olyat, hogy valaki ígért valamit a választás előtt, és a választás után ezt megváltoztatta, és az ő megfogalmazása, hogy annak nem lett jó vége. Szóval én csak annyit szeretnék kérni, Marci, hogy minden szabad,
különösen egy nyilvánosság előtti vitában, csak olyanokat ne adja számba, amit nem mondok. Ez az egy kérésem van. Ugyanis, szóval, hogy miért gondolod, hogy valóságtagadás van ennek? Hát ennél kendőzetlenebb őszintességgel erről a kérdésről szerintem nem lehet beszélni, ahogy a jobboldali politika beszél róla. Azt mondjuk, hogy szerintünk fontos a rezsicsökkentés, a baloldallal 12 éve küzdünk azon, hogy ennek a rezsicsökkentésnek van értelme, ezt érdemes megtartani, ők 12 éve folyamatosan az eltörlésért kardoskodnak, és most azt látjuk, hogy háború van, és Brüsszel teljesen vakon és zsákutcás irányban van a szankciós politika tekintetében, és a háborúra adott gazdasági szankciós válaszok tekintetében, és ezért nekünk az a feladatunk a következő években, hogy ezeket az intézkedéseket amennyire lehet, és amennyire racionális, amennyire az ellátás biztonságot és a magyar költségvetés helyzete lehetővé teszi, ezeket védjük utolsó leheletünkig. Ezért voltunk fekete bárányok Brüsszelben, amikor az olajembargó ellen küzdöttünk, ezért vagyunk fekete bárányok most, amikor ugye a gázra való szankciós kiterjesztés ellen küzdünk, ezért nagyon nehéz az együttműködés lengyel barátainkkal, akik egyébként a legnagyobb, hogy mondjam, harcos, elszánt élharcosai a gázra való szankciós kiterjesztésnek, az összes konfliktust ezért vállaljuk. Mi nem azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy itt most valami nagyon könnyű dolog van, vagy nem az a helyzet, hogy itt most nem változik semmi. Pont arról beszélünk, hogy változik. Jelen pillanatban azért, hogy megvédjük az országot, hogy megerősítsük a hadsereget, hogy azoknak segítsünk, akik leginkább rászorulnak, azoknak is segíteni kell persze, akik nem szorulnak rá annyira, de ha ilyen helyzetben választani kell pont a baloldali igazságosság alapon, akkor azoknak kell jobban segíteni, akik jobban rászorulnak. Ezért a lakossági rezsicsökkentést úgy tudjuk megvédeni, hogy átlagfogyasztásig, ami a fogyasztóknak körülbelül a 80%-át kiteszi mind az államnál, mind a gáznál, biztosítjuk a rezsicsökkentést, nem változik más. Az átlagfogyasztás fölött egy kedvezményes világpiaci árhoz képest kedvezményesebb, úgynevezett lakossági piaci árat vezetünk be, és azt mondjuk, hogy jelen pillanatban ezt tudjuk tartani. Nem erre kérjük a megértését az embereknek. Amint a gazdasági mozgástér lehetővé teszi, véget ér a háború, és Brüsszel végre valami stratégiaváltást sikeresen elfogad, és egy kicsit lejjebb mennek a világpiaci árak, a költségvetés helyzete jobb lesz, akkor szeretnénk minél inkább visszatérni az előző megközelítéshez. Én nem azt mondom, hogy ez politikai lesz. Ezt most nagyon részletezetten, sok mellékmondattal, sok lábjegyzettel elmondtad. Ez nem így hangzott a választási kampányban, én csak azt akarom mondani, hogy itt van egy konzisztencia probléma, és ezt nem velem kell vitatkoznod, a választóitokkal kell elsősorban, amire vitatkoznotok. Nem engem kell meggyőzni, csak ezt akarom mondani. Mi nem vitatkozunk a választópolgárokkal. A választópolgároknak igaza van. Aki erre azt mondja, hogy ő ennek nem örül, és ő ezért nem boldog, azt mondja, hogy nem erre szavazott. Azzal is tiszteletben tartjuk a választópolgárok véleményét, és a következő 4 évben azon leszünk, hogy bebizonyítsuk, hogy még többet tudunk segíteni, és hogy egyébként sokkal jobban jár így is, mint hogyha bármi más őrült, fantazmagórikus elképzeléseket követő baloldali vagy egyéb más feltörekvő politikai erőkre szavaz. De ez valóban a mi dolgunk, csak azért mondom el neked, mert kérdezted, tehát hogy én nem vitatkozom veled, mert te csak egy választópolgár vagy, és ha téged kéne meggyőzöm, hogy ránk szavazzál, akkor inkább a könnyebb ellenállás felé mennék. Tehát, hogy ez van olyan, amit én se vállalok. De hogy azt szerettem volna mondani, hogy egyébként az energiakérdés az nagyon-nagyon fontos, és ugye mert rengeteg ideológiai típusú küzdelem zajlik a nyugati világon belül, de azért van egy olyan fejlemény, amire pont ez a háborús helyzet világított rá. Ebben a gázelosztási rendszer ügyében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk az, amit a spanyol baloldali szocialista kormány képvisel, az nekünk teljesen jó. Tehát ha Európa azt a döntést hozza, amit a balos spanyol szocialisták képviselnek, az nekünk teljesen jó. Viszont ugye az egy nagyon nehéz helyzet,
hogy ugye mi Európa az elmúlt 500 évben a nyugati világ meghatározó szereplője volt, erőforrások, energiaellátottság tekintetében központi helyet foglalt el. Ugye az egész korábbi ipari forradalmak például az európai hegységekben található szénkészletekre épültek. Az egész gazdasági erő, a kulturális fölény, az ideológiai exportképesség, ami az Európát jellemezte, az mind erre épült, mind az energia és az azzal összefüggő gazdasági erő és szuverenitásra. És ha körbenézzünk jelen pillanatban, akkor ez az erő, ez az energia, ez elszivárgott Európából. Tehát megnézzük, kinek vannak energiahordozói. Az araboknak vannak energiahordozói, az oroszoknak vannak energiahordozói, Kína is egyébként importra szorul, de egyébként az új ipari forradalom alapjául szolgáló ilyen ritka fémföldek például tekintetében ott nem szorul behozatalra, tehát abban kifejezetten exportképes tud lenni. Az amerikaiaknak megint szerencséjük van, tehát ők hirtelen cseppfolyós gázt találtak, és energiaimportőrből energiaexportőrré változtak. Európában ilyen helyzet nincsen, és ez olyan mértékű kiszolgáltatottságát jelenti az egész kontinensnek, ami nagyon-nagyon komoly probléma. És természetesen a tengeri kijárattal nem rendelkező közép-európai országokat is ez nagyon komolyan sújtja. Mi egészen eddig azt mondtuk, az összes projektet támogattuk, ami diverzifikációt jelent. Figyelem, ez egy fontos különbség, mert mi nem azt támogatjuk, hogy az egyik típusú függőségbe leváltsunk egy másik típusú függőségbe, amit ugye most javasolnak a szankciós politika keretében, mert ugye miről szól a szankciós politika? Arról szól, hogy eddig Közép-Európa minden országa orosz kitettségű volt, ugye ott most egy vasfüggöny szerencsére nem legalább annyi, hogy nem tőlünk nyugatra, hanem tőlünk keletre, úgy tűnik, hogy leereszkedik Európa és Ázsia között, és akkor tessék felváltani azt a függőséget egy másik típusú függőségre. Ez nem egy jó út. És egészen eddig mi folyamatosan támogattuk az összes olyan projektet, ami arról szólt, hogy verseny legyen, hogy kapjunk 3-4 ajánlatot, és azok közül a legkedvezőbbeket tudjuk elfogadni. Egyébként ezért támogattuk Paksot, mert az is a függetlenségünket erősíti, ezért támogattuk a napelemeket, ezért tettük mondjuk a Lignitet. Bocs, Balázs, tehát én próbálok türelmel végighallgatni téged. Egyrészt bocs, szervezetek, csak mondanám, hogyha előre mondjátok, hogy energiapolitikai kerekasztalhoz kértek föl, akkor nyugodtan nem tudtam volna rá mondani. Nagyon sokszor hivatkozol a szuverenitásra, és itt jön be a szuverenitás. Ez az a fajta típusú szuverenitás, ami fontos. Bocsánat, hogy visszajöttem az idővel. Twitteren nem olyan régen büszkélkedtél el azzal, hogy a magyar energiamixben a megújuló energiaforrások milyen hatalmas számot tesznek ki, és itt is azért bejön megint ez a konzisztencia kérdés, hogy most, amikor újraindítjátok a Mátrai erőművet, a Paksi erőműről, azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor léphet majd működésbe. Tehát, hogy ezek jól hangzó dolgok, hogy most a napelemek engedélyeztetésére tényleg rá se térjek, de én nem erről akarok alapvetően igazából beszélni, mert hadd fejezzem be, én is. De Marcia, kérdés az, hogy lesz-e energia, nem az, hogy világos. Mennyi hát ez a ti feladatotok, erre kértetek fölhatalmazást, tehát hogy ezt akartátok magatoknak. Engem, tehát alapvetően rendszertipológiai vitára kaptam fölkérést, és engem tényleg érdekelne az a Balázsnak az álláspontja ebben a kérdésben. De bocsáss meg, minket meg a te álláspont is érdekelne. Tehát, hogy az, nyilván van benned egy kíváncsiság, egyébként bennem is, és mindannyiunkban nyilván, hogy a kormányzat milyen stratégiák mentén és megfontolások mentén hoz döntéseket. Abban nyilván van vita, hogy erről milyen képe van egy magyar állampolgárnak, és mennyi információ, jól értettem, akkor te ezt deficitesen értékeled, és Romániában például ezek szerint, már lehet, hogy egy kis átkötéshez utaltál, hogy itt ez jobban megvalósult, tehát van egy információja egy magyar állampolgárnak kellő mértékben arról, hogy meghozza a megfelelő döntéseket, de ami szerintem irányba indult ez a beszélgetés, nem feltétlenül energiapolitikai szempontból, hogy a magyar szuverenitás mennyire őrizhető meg abban a keretrendszerben, amit Európai Uniónak hívunk, és amely hoz olyan döntéseket, amelyek ránk is hatással vannak. Én már nem szakmai véleményt szeretnék kérni, mert ezt még sokat szól kérdezem tőled még egyszer, hogy te hogyan látod, mert ugye van két út, vagy a magyar Dániel, kormányban... Bocsáss meg, tehát én azt tapasztalom, tehát amit magyar szuverenitásnak nevezünk, ne haragudj, én nem tapasztaltam azt, hogy az Európai Unió ezt az általad vázolt formákban veszélyeztetni. Én azt látom, hogy amit magyar szuverenitásnak szokott nevezni a kormányzat, az valójában a kormányzati szuverenitást jelenti. És kérdezem azt, mi van például mondjuk a gödi lakosokkal, amikor azt látják, hogy a városuk, a településük, az konkrétan egy szennyező üzemmé kezd alakulni az ott akkumulátorokat gyártó gyár, környezetszennyező és mindenfajta előírásoknak meg nem felelő működése folyamán. Mi van az ő szuverenitásukkal? Mi van azoknak a szuverenitásával, akik Magyarországon élnek, nem feltétlenül értenek egyet a kormányzat politikájával, vannak ilyenek,
vannak ilyenek, de azt látják, hogy például mondjuk nincsen lehetőségük azokhoz a közforrásokhoz hozzájutni, nincs lehetőségük azokhoz az információkhoz hozzájutni, amiket adott esetben mások meg megkapnak. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, és akkor hadd egy pillanatra itt ez a rendszertipológiai dologhoz, hogy tehát ez a típusú ilyen totális politizálása a társadalomnak engem érdekel, hogy hogyan nem egyezik meg azzal a kritikával, amit például Balázs megfogalmaz a könyvében a liberalizmussal szemben. Ugye így fogalmazol, hogy a liberális demokrácia minden ideológiai ellenfelét legyőzte a nyugati világon belül, az élet olyan területén is helyt keres magának, amelyekben nem lenne keresnivalója, azaz ideológiai vetítás hiányában a politikumon túlra akar terjeszkedni. Most szerintem világos számodra, hogy a ti politikátokkal elégedetlenkedünk, vagy azzal kritikusok, pont ugyanezt mondják a NER-ről, pont ugyanezt mondják a Nemzeti Együttműködés rendszeréről. Mi erre a válaszod? Most te is kérdezel? Vagy... Én akkor már nem. Jó, oké. Okay. Szóval Marci, azért bocsánat, hogy tehát, azért értem, hogy bizonyos dolgokról szeretnénk beszélgetni, bizonyos dolgokról nem, de hogy az Európai Unióval kapcsolatos véleményed annyi, hogy az Európai Unió nem csökkenti a magyar szuverenitást, és hogy ez egy kormányzati hülyeség, és pont. Nem és ezek mondtam, után én nem mit gondolok a liberális nem demokrácia? Tehát én ezt értem, bocsánat, tehát azért válaszolok mindig hosszan, mert egyébként ezzel az egy mondatoddal, hogy az Európai Unió szuverenitás korlátozó törekvéseivel szemben nincs probléma, ez, ha csak tényleg ennyi a vélemény, akkor az gond. De nem ez a véleménye, Balázs, én azt mondtam, hogy különböző szuverenitás problémák vannak, igen. És most, amit az Európai Unióval kapcsolatban akartok belőlem kihúzni, hadd fejezem be, bocsáss meg, hogy kérdez, ahhoz képest értem. Vannak nagyon konkrét szuverenitás deficitek ebben az országban, Magyarországon, és hogy ezekről viszont soha nem beszélünk. Tehát, hogy van-e az Európai Uniónak a nemzetállamok önrendelkezését korlátozó vonása? Persze, hogy van. Részben ezért jött létre. Gazdasági tekintetben jelente megkülönböztetett kitettséget? Igen, jelent. Igen, csak Marci, ezekről, ezekről nagyon hosszan szoktunk beszélni, és ti is nagyon sokat szoktatok erről beszélni, de ezt én készséggel ismerem, hogy akkor erről most ne kelljen beszélnünk. De viszont beszélhetünk arról, azért érdekelne, hogy a magyar kormány szuverenitása, mert hogy pont hogy a baloldali nyilvánosságban nem nagyon esik szó erről. Dehogy nem esik szó. Szerintem nagyon kevés szó esik erről. Engem nagyon komolyan érdekel, ugyanis az április 3-ai választás előtt azért volt alapvetően hát jó több narratívabeli vita és programok is, nem tudom, ez lehet, hogy túlzás, programok is ütköztek, de azért alapvetően volt egy eléggé vízválasztó, de az elmúlt 12 évben is a két politikai oldal között, hogyha lehet ilyen szinten fragmentálni, ugye a hatpárti összefogás alapján végül is az egy konkrét oldal. A Brüsszelhez, az európai integrációhoz, a szuverenitáshoz való viszony, az egy kőkemény politikai kérdés, talán az egyik legmeghatározóbb. És nekem az nyilván egy személyes véleményem, nem kell most előadnom magamat, de hogy erről a diskurzus lehet, hogy a jobb oldalon óriási méretű adott esetben, de hogy a bal oldalon én nem nagyon hallottam releváns véleményeket, és az engem nagyon érdekel a te véleményed ezzel kapcsolatban, hogy mennyire problematikus akkor, mennyire traumatizál esetleg. Hát akkor olvasd a Mércét, az Új Egyenlőséget, hallgass Pogácsa Zoltánt. Tehát bocsáss meg, ennek most csináltunk vele interjúk a Mandinerbe. Ennek van baloldali kritikája, ez egy létező kritika. Az, hogy ezt nem veszed észre, azzal nem tudok mit kezdeni, és az, hogy politikai pártok mit képviselnek, azért nem tudok felelősséget vállalni. Én nem az ellenzék vagyok. Én most azt mondom, hogy az Európai Unióval kapcsolatos kritikákról én magam számtalan videót készítettem, tehát erről tényleg most azért ne beszéljünk, mert most alapvetően a Balázs annak a kormánynak a tagja, aminek hatalmában, csak a pontot ott hadd fejezem be, hatalmában áll a magyarországi közösségek önrendelkezését és szuverenitását erősíteni, és szeretném, hogyha egyszer arról is lehetne beszélni, hogy ebben itt igenis van egy ellentmondás, mert az a szuverenitás, amit ti magyar szuverenitásként tételeztek, az a legtöbbször sajnos nem a társadalom szuverenitását jelenti, nem a nép szuverenitását jelenti, hanem a kormányzat szuverenitását jelenti. És szerintem ezek különböző dolgok. Megpróbálok. Szóval először is én nagyon szeretem a Mércét, meg minden más, meg érdeklődéssel olvastam mondjuk a Jámbor képviselő úr által korábban, mint Mérce főszerkesztő írtakat, amiben nekem egy nehezen összeegyeztethető problémám van, hogy azért Jámbor képviselő úr mégiscsak a hatpárti összefogásnak a jelöltjeként ült be a parlamentbe. Tehát lehet ezt a marxista Brüsszel kritikus forradalmat csinálni, de azért Gyurcsány Ferencnek csak jóvá kellett hagyni, hogy ő a jelölt, és csak be kellett ülni mögéjük a parlamentbe. Tehát azért nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát. Az, hogy ezeket azért nem kell annyira komolyan venni, és sajnos pont ez a, szerintem a baloldali sikert
sikertelenségnek, szerencsére nem kértek föl tanácsadónak, úgyhogy teljesen kéretlen a véleményem. A baloldali sikertelenségnek pont az az oka, hogy ez a típusú nemzeti szuverenitásért való gondolkodás, aminek egyébként ideológiai dimenziója a magyar történelemben nincsen. Tehát amikor arról beszél Szent István, meg nem tudom, Mátyás király, meg akár csak tényleg Széchenyi, Kossuth, vagy az Andrássyak, hogy Magyarország szuverenitásért küzdeni kell, ők nem pártpolitikai, ideológiai dimenzió. Nem azért küzdöttek ezért, mert jobboldaliak voltak, vagy baloldaliak, hanem azért, mert magyar nemzeti politikát csak így lehet csinálni.